Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A 3 kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat, a díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik május 18-án. Az indiai asztrológia szerint a hold ezen a napon a Hasta holdházban van, ami lefordítva kezet jelent. Vagy valaki nyújtja a kezét és segít nekünk, vagy cselekednünk kell. Kezünkbe kell venni a dolgokat. Ezen a napon a nap még mindig egy konjunkcióban áll Jupiter bolygóval, ugyanúgy, mint tegnap is. A nap megvilágít bizonyos témákat, itt Jupiterről van szó. Ez lehet szerencse, ezek lehetnek lehetőségek, amit észre kell vennünk. Jupiter az jelenti az igazságot, vagy mutatja az igazságtalanságokat is, kihathat egy bírósági ügyre, ahol a nap megvilágítja most az eseményeket, és kiderül a valóság. A politikai eseményeket illetően a nap az jelenti a kormányt, és ha Jupiter itt hatással van, akkor ezek lehetnek bizonyos törvények is. Vénusz bolygó az a határon van, és most áttér majd, nem ezen a napon, de holnaptól már a Bika jegyében lesz, és Vénusz bolygó itt a Bika jegyében otthon érzi magát. Ez kihat ránk hölgyekre, vagy kihat a szerelmi témákra. Indul egy új fázis, ami jó hatással van a szerelemre, jó hatással van ránk hölgyekre is, hiszen most lesz egy szép Vénusz energia. Az jelenti a szép környezetet, az jelenti az élet, örömet, esetleg nyereményeket. Mielőtt Vénusz bolygó még áttérne, a Bika jegyébe találkozik Uránusz bolygóval még a Kós jegyében, és ez jelenti a meglepetéseket vagy a változásokat, hiszen együtt hatnak. Május 18-án van a Hold és Merkur bolygó között egy úgynevezett quincunx kapcsolat, ami bizonytalanságokat vált ki. Ez kihat az érzelmeinkre, és kihat a kommunikációra. Nem lehet tudni, hogy ki mit akar, mit közöl, vagy azt sem tudjuk, hogy mit közöljünk másokkal, különösen, ha érzelmekről van szó. Ezt a quincunx kapcsolatot úgy szoktam elmagyarázni, hogy képzeld el, hogy van előtted egy inga. És én megkérdezném, hogy mondd meg, hogy melyik irányba mozdul ki. Akkor a válaszod az, hogy nem tudom. Fogalmam sincs. És így érezzük magunkat ezen a napon, nem tudni, hogy mit, hogyan közöljünk másokkal, azt sem tudjuk, hogy ki mit akar tőlünk. Nem tudom, fogalmam sincs. Ügyelni kell szerződésekre is, hiszen itt is ez uralkodik, ez az energia, aláírsz egy szerződést, és nem tudod, hogy mi fog történni, nyeremény vagy veszteség. Itt is az lenne a válasz, hogy nem tudom, fogalmam sincs. Merkurnál vagy szerződésekről van szó, vagy kommunikációról van szó. Például, ha te közölni akarsz másokkal valamit, és akkor felmerül a kérdés, mit, hogyan mondja ki, és akkor úgy gondolod, hát nem tudom, fogalmam sincs. Vagy az is lehet, hogy más közöl veled valamit, és nem tudod, hogy mit akar. A válaszod, mit akar ez az alak? Nem tudom, fogalmam sincs. Így érezzük magunkat ezen a napon, ezáltal a kapcsolat által. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül van. Itt látható a nagy medve, meg az utak. A medve jelentheti az ő élet erejét, hogy most megvan ahhoz az ereje, hogy jó úton haladjon, hogy jó döntéseket és fontos döntéseket hozzon. Ez a medve lehet egy személy is, aki parancsol neki, és ő elkerüli ezt a személyt, hiszen más utat választ. Nem akarja azt, hogy mások befolyásolják őt, vagy mások mondják azt, hogy mit, hogyan kellene tennie, hogy mások döntsenek helyette itt a kereszteződésnél, amikor az utakról van szó, és gyakran döntésekről. Az is lehet, hogy ő túl erős volt veled szemben, és úgy érzi, hogy te most megsértődtél, mert azt gondolja, hogy ő parancsolgatott neked, és most útban van hozzád, mert tisztázni akarja ezeket a dolgokat. Lehet, hogy bocsánatot kér. Ami az érzelmeit illeti, azt bal oldalon láthatjuk. Ez a seprű ott mutatja a félreértéseket, amit ki kell söpörni az életünkből, néha vitákat, veszekedéseket. Lehet, hogy ezzel a nagy medvével, ezzel a személlyel voltak itt viták, és most keres egy új irányt, egy kiutat, amit a csillagképek mutatnak ott bal oldalon alul. Elkerüli a dolgokat, vagy bízik abban, hogy itt lesz egy szerencsés fordulat, egy új irány, és hogy ő most helyes döntéseket fog hozni. Mit fog tenni, az jobb oldalon látható. A bagoly madarak jelentik a bölcsességet, bölcs döntéseket fog hozni, és a lovas férfi jelenti, hogy útban van hozzád. És itt lesz mozgás, majd itt előre mennek a dolgok, lesz egy új irány, hiszen döntéseket hoz. Ott vannak az utak, egy új úton fogtok haladni, ez egy jó döntés, hiszen a csillagok jelentik, hogy ez szerencsét hoz, és a bagoly madarak, hogy ez egy bölcs döntés. Mi fűz össze benneteket, ezt mutatja a magyar kártya középen, itt az U betűről van szó. Hogy mit jelent számodra az U betű, azt leírhatod a kommentárba, köszönöm szépen. Ami nekem eszembe jut, Urbán, Újpest, Úte, Út, Ungár. A régi írásmód az úgynevezett rovás írás középen van, ennek van egy szimbolikus jelentése, ez olyan, mintha tükröződne itt valami köztetek. Azon kívül az egyik vonal mutatja a te életutadat, a másik vonal mutatja az ő életútját, és középen látható, hogy az életutatok kereszteződik, és itt lesz egy találkozás. Ott középen találkoztok, és majd innen gondoljátok át, hogyan tovább, melyik a helyes út, a medve adja majd az élet erőt, hogy jó döntések legyenek. Ez jelenthet változásokat. Ez a rovás írás, ez hasonló, mint a német nyelvű területen a rúnák, ami alul bal oldalon látható, ott fönt az a rúna szimbólum, ugyanaz, mint a rovás írás. A rúnánál ez jelenti az élet örömet, a könnyűséget, a művészeteket, a zenét, a táncot. Azon kívül megjelenik a lepke, és a lepke szimbolizálja a megújulásokat, meg a lelki dolgokat, és van itt egy lelki kapcsolat kettőtök között. A magyar kártyánál is itt tükröződik valami, és olyan, mintha a lepkének a szárnya lenne. A napi energia az jobb oldalon látható, és ott is lepkék vannak, meg egy vidám hölgy, meg van itt a jó hangulat, a vidámság, a könnyűség, a mozgás, a tánc. Amit ez a kártya még jelent az egész világ, ezek lehetnek külföldi kapcsolatok, esetleg internet kapcsolatok, és ami fontos, hogy legyen meg a mozgás, a könnyűség, és az élet, öröm. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent az U betű számodra. Köszönöm szépen. Vagy nézd meg az oldalamat, a Facebook oldal, Dendera Susanna Medici, ott megjelenik naponta a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!